Sziasztok! A videó címe alapján már bizonyára rájöttetek, hogy ebben a videóban egy bringalámpáról lesz szó, méghozzá az Infinis Superláva nevezetű lámpáról. Nos, ez a lámpa azért került hozzám, mert szerettem volna egy olyan lámpát, amit mind a két bringámon tudok használni, viszonylag egyszerűen le is felszerelhető, megfelelően kicsi és könnyű lámpa, emellett egy megfelelő fényerővel rendelkezik ahhoz, hogy én mindennapos használatra ezt tudjam használni, és ne kelljen mindig a nagyobb aksis, külső aksis lámpát vinnem magammal. Nos, eddig ilyen kis szilikonpántos, villogós lámpákat használtam, illetve hordtam magammal, aminek kifejezetten az volt a célom ezzel, hogy a lámpacsengő, küllőprizma, szent háromság miatt buzeráló rendőröket úgymond elimináljam. Igen, felmerült már kérdés ezzel kapcsolatban a London Road-os videóm alatt. Igen, ezeket azért használom. Nyilván, hogyha fényes délben megyek el bringázni, akkor nem fogok ennél egy nagyobb lámpát feltenni a biciklire, mert indokolatlan. Ellenben, hogyha olyan időben megyek ki bringázni, amikor tényleg indokolt a lámpa, olyanok a látási viszonyok, akkor fogok magammal vinni lámpát, illetve szoktam magammal vinni lámpát. Ez a lámpa, amit most vásároltam, ezt kifejezetten azért vettem, hogy ez mindig nálam tudjon lenni, be tudjam tenni mondjuk a hátizsákba, vásztáskába, akárhová, és ez egy kellően kicsi méretű lámpa. A lámpa egyébként egy műanyag testből áll, illetve egy alumínium fejrészből, ebbe az alumínium fejrészbe került bele a LED. Gondolom, hogy ez az alumínium rész egy ilyen hűtés, illetve hőelvezetésre is szolgál. 3 wattot írnak rá, illetve 300 lument, hogy ez ennyit tud. Ezt nem fogom tudni nektek megmondani, hogy ez ténylegesen ennyi-e vagy sem. Nem tudom ezt mérni. Azt viszont tudom, hogy összehasonlítottam a Petzl Tikka Plus fejlámpámmal, és annál jóval-jóval magasabb a fényereje. Úgyhogy ezzel szerintem elégedett leszek. A hátsó részén egy ilyen gumi borítás alatt van a micro USB port, amin keresztül tudjuk tölteni a lámpát, illetve egy gombos működése van, tehát van itt egyetlen egy gomb, ezzel tudjuk be, illetve kikapcsolni, illetve a funkciókat elérni. Kő egyszerű a funkciólista, illetve nem is programozható, nincsen memória funkciója. Van neki egy magas, van neki egy alacsonyabb, egy még alacsonyabb, és egy villogó módja. Igazából ez az egyetlen bajom ezzel a lámpával, hogy ezeknek a funkcióknak a sorrendjét én felcseréltem volna. Tehát a villogó mód, alacsony, magas, legmagasabb mód, ilyen kiosztásban szerettem volna ezt én, hogyha belekerül ebbe a lámpába, de se baj, ez legyen a legnagyobb gondom. De ami miatt ezt a lámpát választottam még, ami végül is arra sarkalt, hogy ezt vegyem meg, az maga a konzol, illetve a konzoloknak a típusa, amivel fel tudjuk szerelni a bringára. Ugyanis ehhez nem egy, hanem két konzol jár. Egyrészt jár hozzá egy ilyen gyorszáras konzol, amivel fel tudjuk szerelni a kormányra. Ez szerintem valamivel jobb, mint a szilikonpántos megoldás, amit mostanában a legtöbb gyártó, legtöbb termékénél alkalmaz GPS-ek terén, lámpák terén. Ez megy is majd fel a GT-re egyébként. Jár hozzá még egy micro USB kábel is, de ez nyilván a töltés miatt. És ami az okosság, az, hogy jár hozzá egy olyan átalakító, amivel tulajdonképpen GoPro vagy sportkamera tartóra is fel tudjuk szerelni. És ez így néz ki. És emellé jár még egy pánt, amivel a sisakra fel tudjuk rögzíteni, és így GoPro-t vagy akár ezt a lámpát is fel tudjuk rá szerelni, és így sisak lámpaként is tudjuk használni. Nos, én ezt úgy fogom alkalmazni, hogy ezt a konzolt használva a Planetix-nek a GPS tartója alá szerelt sportkamera tartóra fogom feltenni,
és úgy fogom használni ezt a lámpát. A másik tartó meg megy a GT-re, és akkor így gyakorlatilag tudom cserélgetni a két bringa között. De ami miatt még szimpatikus ez, hogy ezt a lámpát így ezzel a GoPro tartóval gyakorlatilag bármilyen GoPro kompatibilis tartozékra fel tudom szerelni, akár egy ilyen GoPro talpra fel tudom helyezni, vagy akár egy fejpánttal, akár még fejlámpaként is tudom használni ezt a történetet. Úgyhogy ez nekem nagyon megtetszett benne, hogy ilyen sokrétűen felhasználhatóvá válik az eszköz, azáltal, hogy ugye ezzel a GoPro kompatibilis tartókonzolt is adják hozzá. Úgyhogy így néz ki ez a lámpa. Még egyszer körbe mutatom. Ez nem a legolcsóbb típus, ami kapható a mindenféle ilyen hazai forgalmazóknál, illetve kínai webshopokban. Ettől függetlenül nekem ez nagyon megtetszett formailag is, illetve tudásilag is. Formailag még azért tetszik, mert egy tényleg egy lapos, nincs rajta semmilyen kiálló rész, kiálló konzol, ezért zseblámpaként is funkcionálhat, úgyhogy ezt akár a zsebembe is beteltem, és ha bemegyek melózni, akkor csak leveszem, beteszem a zsebembe, vagy bolt előtt nem kell szöszönnöm vele, hogy hova rakjam. Úgyhogy ő lesz az új lámpa a bringán. Még egyszer, van egy erős, van egy gyengébb, van egy még gyengébb, és egy villogó módja. Ő ennyit tud. Üzemidő tekintetében a legerősebb módban másfél órát ír neki a gyártó. Hogy ez most ténylegesen ennyie vagy nem, azt még nem mértem le, nem volt rá időm lemérni. De majd, ha úgy van, akkor erről is beszámolok. Úgyhogy ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek. Ha hasznos volt, nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek fel, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!